Sziasztok! Ebben az amúgy 90%-ban vágatlan videóban be fogom nektek mutatni, mert már rengetegen kérdeztétek, hogy mivel szoktam felvenni, mivel vágom össze a videót, illetve mivel dolgozom fel a videót, tehát mivel rakom össze, ha éppességgel egyedül csinálom, szóval ne is tépjük tovább a szót, kezdjünk is bele! Na hát akkor üdvözlök mindenkit a GeForce Experience bemutatásánál. Na most az interfészt azt úgy fogjuk megnyitni, hogy nyomunk egy Alt-ot és egy Z-t, és akkor most elvileg láthatjátok, na ezzel szoktam felvenni, ez az a bizonyos eszköz, amivel videózom nektek jelenleg is. Tehát van egy azonnali visszajátszás módunk, amit nem szoktam használni, van a rögzítés mód, ami jelenleg be van kapcsolva, illetve van az élő közvetítés, amit meg is mutatom nektek, hogy hogyan működik. Ha nyomtok egy indítást, akkor megadjátok az élő közvetítés nevét, aztán rányomtok, hogy élőben. Itt kiválaszthatjátok, hogy Facebookon, Twitchen, vagy pedig YouTube-on menjen a közvetítés, és a közvetítésnek is be lehet állítani egy-két alapbeállítást, hogy mekkora felbontásba, tehát mekkora minőség legyen, tehát 1080p, vagy akár 2000p-be is futtathatom, vagyis van 2480, na mindegy, már hirtelen elfejtettem, és akkor így működik az élőben, de jelenleg most nem live-ozni akarunk, csak annyi a lényeg, hogy regisztrálni kell a YouTube akkontodat, mint például nekem, és itt kiválaszthatod, hogy privátban, vagy pedig nyilvánosan, hát egyértelmű, hogy nyilvánosan, na menjünk a visszába. Egy-két alap beállítás, hogy itt a mikrofont elhatározhatod, hogy nyomógomboson legyen mindig bekapcsolva, vagy pedig kikapcsolva. Kamera, azt pedig most bekapcsolom nektek, egyébként a NUM3-as gombbal kell, mindjárt látnotok kell engem, elvileg nem tudom melyik sarokból fog előbújni. Na ott is van, sziasztok! Igen, tudom, elég sötét van a szobába. Na, bemutatom nektek a többi alapfunkciót, de nem fogok nektek mindent megmutatni, mert nem szoktam az összeset használni, pedig azok nélkül is egy kurva jó videót tudok összerakni. Na, HUD elrendezés, elrendezhetem a kamerát, láthatjátok, állíthatom akármelyik szögbe, méretét is állíthatjuk, hát ilyen kicsibe szerintem nincs értelme, ilyen kurva nagyba, meg nem tudom, hogy miért szoktam, na mindegy, beállítjuk kicsibe, illetve ki is kapcsolhatjuk. Na, kikapcsoltam. Állapotjelző. Ez leginkább azt jelzi, hogy felvételben vagy-e, vagy sem, azt általában jobb alsó sarokba szoktam megállítani is lehet, de nincs értelme. FPS számlálót azt ki szoktam kapcsolni általában, minek nincs értelme. A nézők, a live nézőim a bal alsó sarokban vannak, tehát hogyha észreveszem, hogy mit tudom én két ember nézi, akkor úgy köszönök be, stb. Megjegyzések pedig, hát elég jó lenne, de live-ban még nem jöttem rá, hogy a saját kijelzőmben hogyan láthatom a megjegyzéseket, hiába kapcsoltam be, egyszerűen csak YouTube-on látom a megjegyzéseket, vagy ki tudja, lehet, hogy a Facebookon live-ozok, akkor lehet, hogy ott megjelenik a képernyőn is a megjegyzés, ehhez nem értek sajnos, szóval ezt is kikapcsolva hagyom, bocsánat. Na igen, a HUD elrendezés ennyi, csatlakozás. Hát vannak különböző csatlakozási lehetőségek, hogy Twitch, Facebook, de a többibe általában nincs értelme bejelentkezni, csak is a YouTube-ba. Itt van, hogy mikor csatlakoztam, azaz ma. Azt hittem, hogy egy korábbi dátumot fog írni. Bocsánat. Igen, a mikrofon kinémító funkciót is bemutattam ezzel, egyébként szarrák rákoptam a torkomat. Bérenti barancsok, annak sincs úgy különösebben beállítva semmi, a kettes gomba mikrofon némítás, hármas gomba kamera, négyes gomba manuális live, illetve az egyes gomb a felvétel. Itt van a négyes gombot is, megtaláltuk a live-ot és a kamera kibekapcsolást. A többivel pedig nem szoktam foglalkozni, mert elolvasgattam őket, de semmi értelmük. Mi van még? Élő közvetítés már bemutattuk. Igen, azon belül is be lehet állítani, hogy hol szeretnéd, és hogy milyen magasságban, tehát alacsony, közepes, magas, ultramagas. Hát én 60 FPS-sel és 1080p-be szoktam futtatni, ultramagason nincs értelme, mert akkor alig biztosít 30 FPS-t. A bit sebességi rátát pedig érdemes közepesre állítani, mert ugye ez net erősségtől függ, és közepesen számomra a legideálisabb. Kiléptünk. Nagy pillanatok, ezzel sem szoktam foglalkozni, ez olyan, hogyha valamivel játszol, és akkor a géped úgy véli, hogy ez egy nagy pillanat volt, akkor le-screenshotolja, de egyébként egy nagy hazugság, mert csak utána screenshotol, tehát mit tudom én, egy haton lőttem valamelyiknek egy fülest, és akkor rá 3 másodperccel adja a screenshotot arról, hogy az illető headshotot kapott, és akkor az nem fog látszani, hogy headshotot kapott. Szóval értetek. Élő között is volt, nagy pillanatok volt, fotó üzemmód. Hát ennek sincs különösebb háttérsztoria, szinte semmi,
elég, hogyha csak bepipáljátok, és jó van. Fotóüzemmód egyébként az, hogy az alt egyes gombbal saját képernyőiteket tudjátok screenshotolni. Hang, általában egy hangsávot szoktam csinálni. Ja igen, rögzítésben vagyok, szóval ezt nem tudom megmutatni. Egyébként két gombbal rendelkezünk, az egyik az a hangsávok szétválasztása, a másik pedig hogy egy hangsáv generálása. Az azt jelenti, hogy mind a játékban, mind a számítógépben, ha elindítok egy zenét, és mind az én pofázásokat egyszerre fogjátok hallani, és ez egyértelműen így kell, tehát ez nekem így van beállítva, szóval ez sem egy olyan nagy dolog. Jó, hang megvolt. Értesítések az értelemszerűen, hát a játékon felüli értesítések, hogy leállította a felvételt, meg hogy hogyan tud fotómódot csinálni, stb. Ilyen idióta értesítések, szintén felesleges dolog. Alatvédelem szintén felesleges, egyértelmű, hogy be kell kapcsolni. Mi van még itt? Videórögzítés. Ja igen, hogy az mekkora bitrátával fusson, stb. De szintén felvételben vagyok, úgyhogy nem nagyon tudom húzogálni a kijelzőket. De ugyanaz, mint a live-nál, hogy beállítod, stb. Hát ennyi lenne a GeForce Experience. Ne kérdezzétek, hogy ezt honnan lehet letölteni, mert ezt nem lehet letölteni. Ez a videókártyában van építve. Tehát egyértelmű, hogy a videókártyáról futtatom a rögzítést. És akkor remélem, hogy elég részletesen bemutattam nektek, kacok. Egyébként ez pedig, ha megnyitjátok, akkor itt a galéria van, de az nekem üres, mert nincsen semmi lefényképezve. Ez is itt egy nagy új frissítés, ahol jelenleg az egeret rángatom, de ezzel sem szoktam különösebben foglalkozni, mert tök fölösleges az egész. Ha kérdésetek van bármivel kapcsolatban a rögzítővel, na, ez jó volt. Ha kérdésetek van a rögzítővel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg nekem a kommentbe, vagy pedig vegyetek fel Facebookon, Facebook a leírásban. És akkor szerintem eleget bemutattam erről a szarságról, úgyhogy térjünk is át a vágóeszközre. Na akkor folytassuk is a vágóeszköz bemutatásával. Na én ezzel készültem nektek, amit össze lehetne vágni. Ugye, hogyha C16-ban rögzítel, akkor a rögzítő generál nekem egy Half-Life mappát, és akkor itt is van a kis rögzítés. No. Hát a vágóeszközt úgy fogjuk elindítani, hogy rányomunk erre a cerkára itt. És itt van, hogy vágás. Ezzel szoktam vágni az MP4-es formátumot, csak MP4-et lehet vele vágni. Egyetlen hátránya van ennek a vágóeszköznek, hogy egy másodperctől nem vágható kisebbet vele, ami számomra, na ez jó volt, számomra elég szomorú, mert sokszor kell néha nekem egy másodperctől kisebb effekt is, és ez, hát ja, baj. Na, de mindegy visszatérve, tehát akkor ugye megmutatom, hogy hogyan szoktam a fregjeimet összevágni, és akkor, ha jól emlékszem, akkor valahol itt volt egy nagy, gyönyörű, szép fregem, ahol 1v2-be öltem meg az illetőket. Mindjárt eljutunk oda. Egyébként nem nektek szaggat a videó, nekem is ugyanígy szaggat, mert ugye húzgálom a paramétereket, és akkor valahol itt lesz, kicsit rátekerünk, és akkor nézzük mondjuk innen. Ott van a... Jó, sejtettem, és akkor igen, így működik egy vágás, és akkor ilyenkor a jobb oldali szárnyat is ráhúzod. Tehát ez lényegében egy rövid frag jelenet lesz, és akkor talán itt egy kicsit húzhatunk előrébb is, vagy hátra, nem tudom. Tehát ahol már kioldom a gránátot, ott van a, már veszi az AK-t, és akkor például így, 7 másodperc. Igen, és akkor ez így fog nekünk kinézni, és akkor itt van egy mentés másként gomb. És amit látjátok, a lövései mappában már készültem nektek ilyenekkel, mert akkor csak ezzel menne el az ide, hogy a fregeket keressük. És akkor beírjuk neki, hogy próba. De ez értelemszerűen nem fog bekerülni a videóba, mert ha minden igaz, ezt már egyszer összevágtam, és akkor, ja, így néz ki a vágóeszköz. Mindig kinézel egy pontot, hogyha például a frag movie-t akarsz csinálni, hogy honnan van az adott freged, és akkor, ja. Oda kell vágni? Össze kell vágni? Kilépés. Ebből is kilépünk. És akkor, ja, ennyi lenne a vágóeszköz bemutatása. Szerintem most jöhet a következő pont, ahol magát a videót fogjuk összerakni ezekből a fájlokból. Gyürközzünk is neki. Na, üdvözlök mindenkit újra, tehát ott tartottunk, hogy össze fogjuk rakni a videót. Na, menjünk be a lövései mappába.
És a videó szerkesztőt úgy lehet megnyitni, hogy egy képre rákattintunk, és itt van egy új videó létrehozása. És ahogy így megnézitek az interfészt, ez olyan egyébként, mint egy butított Sony Vegas, és azért butított, mert annyit nem tud, mint egy Sony Vegas, vagy egy a Sony Vegashoz hasonló program. Nagyon keveset tud, de jobb pofa videókat lehet vele összerakni. Na, hát mi lesz az első dolgunk? Értelemszerűen az első dolgunk az lesz, hogy fájlokat fogunk hozzáadni, és fájloknak csak képet, tehát fényképet, illetve MP4 formátum fájlt lehet hozzáadni. És akkor adjuk hozzá, én azt mondom, az összes freget. Hatodikat is hozzá fogjuk adni szépen. Jelölést levesszük róluk. És akkor adjuk hozzá a hatodikat is. És igen, általában számsorrendbe szoktam őket helyezni. És akkor, na hát hogyan kezdjük meg a videót? Behúzunk ide egy elemet, mondjuk a képet. Egyébként ez az a fekete háttér, amivel dolgozni szoktam. És a fekete háttérnek meghatározhatjátok az időtartamát, hogy meddig tartson. Általában 3 másodpercre szoktam, hogy ne kelljen olyan sokáig nézni. És akkor már, ha képpel kezdünk, akkor megmutatom, hogy hogyan lehet szöveget hozzá szerkeszteni. Rányomtuk ott a szövegre, és akkor itt választhatunk betűtípusok közül. Egyébként rengeteg újdonság jött, például a rajzfilm az egyik kedvencem. És akkor mit tudom, hogy legyen például az a neve, hogy J16 Frag Movie például. Meghatározhatjuk a helyzetét, hogy középen, bal szélen, jobb szélen, lent, fent, illetve szintén középen, csak kisebb betűkkel. De, ja, például így jó lesz. De ez egyébként csak egy teszt videó, tehát, vagyis nem, hát lényegében azt mutatom be, hogy hogyan szoktam csinálni, és akkor így fog megkezdődni. És akkor adjuk hozzá, én azt mondom, első, és akkor mindjárt mutatom, hogy azon belül hogyan szoktam navigálni. Második, harmadik, ha minden igaz, jelölés le. Negyedik, bocs, csak nézem a számokat, mert egyébként nem mindig sorrendbe adja nekem be itt a, tehát így az oszlop, ahol behelyezed a fájlokat. És ugye nem mindegy, tehát figyelni kell a minőségre, és akkor ez így fog kinézni. Itt elindítjátok, és akkor voilà! Feliratkozok, mert jól lősz. De remélem, akkor benne leszek a videón, kárban. És most így fogunk komolyan írtad, hogy te most YouTube-ra akarsz videót a... Ez, hogy YouTube csatornád van, azt komolyan gondoltad? Kínáltél. Brutális állat a pályán! Na igen, ahogy láthattátok, tehát így jönnek folyamatosan egymás után a videók, és igen, megjegyzésképpen bizonyára hallottátok ott az egyik srácnak a szövegét, mondta, hogy reméli benne lesz a videóba, hát beraktam, ezért rossz egy-két helyen a vágás, hogy kicsit hagytam, hogy beszéljen, és csak aztán vágtam ott a pontoknál, szóval értitek, de ez ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Szóval benne volt. Na, hát egy értelemszerűen bizonyára nem így akarjuk a fragmúlyt feltüntetni, hanem úgy, hogy szépen lenémítjük, és akkor így fejenként kell lenémítani általában, mert egy frag videót mindig zenében rakunk össze, és ha már zene, akkor megmutatom, hogyan kell zenét berakni. Egyébként akinek Windows 10 van, az, és szeretne videózni, az most figyeljen, mert ja, tehát elég kis könnyű kis segű program, és elég jókat lehet be összerakni. Na, mi van már, miért nem jössz be? Egyéni audio, és akkor hozzáadunk egy fájlt, videót visszatekerjük, mert a zenét is meg lehet határozni, hogy honnan szóljon, és akkor bátorkodtam az egyik régi C16-os mappáimat ide tenni a lövéseim mappába, és akkor például menjünk oda egy zenék, és akkor megnézzük például a hosszúságát is, mert nagyon számít, 1 perc 8, ez milyen hosszú, nyisd már meg a kurva szára, 21, ez mennyi, 1 perc 8, rendben. Na, hát akkor lényegében ez tökéletes neki. És akkor, ja, hogy ne húzzam az időt, csak egy pillanatig nézzük meg, és akkor itt be is állíthatjátok a hangot,
hogy hangerő módosítás, fokozatos elhalványulás, vagy fokozatos megjelenés. Tehát halkról hangos lesz ez pedig hangosról lesz egyre halkabb, és szerintem annak van értelme, úgyhogy bepipáljuk. És akkor megnézzük teljes képernyőben, hogy mit alkottunk most így. Na hát ez így nézett ki nekünk, bizonyára jól van összerakva, és akkor lényegében a végére is lehet egy ilyen hasonlót, hogy végére teszünk egy képet, és akkor megint szöveg, és akkor választunk egy betűtípus, mondjuk legyen a klasszikus, és akkor hát én volt, remélem tetszett, sziasztok. Például. Igen, és akkor ja, hát ez így fog kinézni, csak annyi, hogy itt már nem fog zene szólni, mert ugye a zenétől, tehát ugye a zene rövidebb, mint sem a videó, illetve így lehet eltávolítani, hogyha nincs szükség rá, fénykép eltávolításról, igen. Illetve a zenét is meghatározhatjátok, hogy honnan szóljon, például megnézzük, hogy mettől meddig van ez. És akkor a zenét ide húzzátok így, hogyha szeretnétek, hogy a frektől szóljon a zene, és akkor nézzétek. Nem szól a zene, ahogy halljátok. Csak annyi, hogy ilyenkor a zene rövidül, tehát hogyha így húzogálni akarjátok, akkor sokkal rövidebb zenét választhatok ki, mint sem amilyen hosszú a videó. Mert hogyha visszahúzom, akkor pont, tehát szó szerint a vágás elejétől, a megvágott zene elejétől egészen a végéig tart, és akkor... Tehát értitek. No. Igen, kész. Még amit meg akartam mutatni, az talán még az effektus, de tök felesleges szerintem. Mondjuk legyen itt a 12 másodperces videó, és akkor vannak különböző effektusok, aminek meghatározhatjátok a helyzeteit, mit tudom én, de amúgy ezek tök feleslegesek, meg nem olyan jók, szóval hát mit tudom én, berakunk egy neonfényt, azért berakom megmutatni, hogy néz ki. Húzogathatjátok, hogy jelenjen meg. Ez itt a hangeffektje magának az effektnek, amit általában nem szoktunk alkalmazni. Forgathatjátok, hogyan nézzen ki, de hát mondjuk ez nem nagyon van értelme, mivel minden irányba ugyanígy néz ki, és akkor itt a nagyságát, például mit tudom, jelenjen meg itt, és akkor meghatározok, hogy várj, nézzük meg, hogy honnan lőttem freget. Mondjuk innen, és akkor megjelenik innen, és akkor legyen egy kicsit rövidebb, és akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki. És akkor lényegében ennyi, ja, most ér véget az izé. És őszinte leszek, ilyen alapeffektekkel nincs értelme dolgozni, esetleg, hogyha valamilyen hirdetést csinálsz, vagy valamit. Tehát itt az effektet szerkeszthetitek, itt az effektusokat adhatjátok hozzá, ennyi többet is lehet, több helyen elidezhetitek a képen, és lényegében ennyi. De nem nagyon szoktam velük foglalkozni, mondom, mégse, jó, nem baj. És akkor, ja. Tehát összerakunk most lényegében egy videót, még ha csak próba videó is, és akkor a videó alá is lehet egy akármilyen szöveget tenni, például szöveg, és akkor mondjuk aláírom, hogy onnan lövök headshotot, például nézzük meg azt is, például, nem, ez nem jó, ez már jó, ekkora HS például, és akkor meghatározok, hogy honnan lőttünk kokit. Valahol onnan már.
kis szebb kicsit. Hű, de szép. Ugye a CFG. És akkor mit tudom, hogy tartson mondjuk eddig, nézzük meg. Akkor így jelenik meg az írás. Kicsit még rá is húzhatunk, mert túl hamar jelent meg, ugye azt vettük észre. Kicsit ráhúzunk. Mondom, ráhúzunk, na. És akár, tehát értitek. És most vettem észre az új frissítést, hogy a sebességét is be lehet állítani. Akkor például legyen lassú, és akkor nézzük meg lassúbb, ez milyen. Lol, le se játsza? Az durva. Akkor tegyük vissza normálra. Klip sebesség beállítása. What the fuck? Na jó, ezt most én is értem. Ja, értem, jó van, egy kicsit álltam ott. Na várjunk, nézzük csak meg lassúbb ezt, hogy néz ki. Mondjuk 1.25, tökéletes. Igen, igen, igen. Aha, értem. Egyébként ez régen nem volt benne, csak azért nem értem. Az de komoly. Na mindegy, visszatesszük normálba. Normál, mondom normál, jó. És hát igen, új frissítés szintén, szóval nem tudtam erről se. Tehát mindegy, akkor együtt kitapasztaltuk, hogyan kell lassítani, meg gyorsítani. Na, zsírkirály. Szerintem minden lényegeset bemutattam benne. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor like, komment, feliratkozás. Bármivel van kérdésed, bármivel kapcsolatban van kérdésed, ne szégyellősködj, nyugodtan írd meg nekem, vagy vegyél fel Facebookon, Facebook szintén a leírásba. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!